Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a PAX Televízió nézőit. Önök a Pásztor Válaszol bővebben című adást láthatják. Ez a műsor minden második héten jelentkezik, és mint a címéből is érzékelhető, ott van, hogy Pásztor Válaszol bővebben, ebben a műsorban olyan témákat tárgyalunk meg, amely az élő műsorban az idő hiány nem került teljes terítékre olyan értelemben, hogy kimerítő választ tudnánk rá adni, illetve bizonyos keresztény ünnepkörökhöz kapcsolódva beszélgetünk az ünnepek jelentőségéről, és így van ez most is, jó lehet, most, amikor az adás készül, kicsit több mint kettő héttel vagyunk pünkösd után, de a keresztény ünnepek, a pünkösd aztán végképp nem korlátozható egy esetleg ugye ez dupla ünnep napokat tekintve egy-két napra, hanem ez teljes egészében meghatározza az egész keresztény életünket, úgyhogy bármikor aktuális, de azért az ünnep, hogy úgy mondjam, lecsengése kapcsán nyilván jó ezt újra és újra végigvenni ezeket az igéket, amely a pünkösdel, a Szent Szellem munkájával, kitöltetésével, feladatával foglalkozik, és azért hívtam olyan kedves lelkipásztor testvéreimet, barátaimat, akik ebben a témában járatosak, hogy újra átvegyük ezeket az igéket, átbeszéljük ezeket, és hiszem, hogy önök számára is mindez áldás lesz. Mielőtt bemutatnám a mai műsor résztvevőit, szeretném önök felé mondani, hogy aki úgy általában önök közül elégedett a PAX Televíziónak a műsor kínálatával, megteheti, hogy segíti a műsorok gyártását, a képernyőn megjelenik egy bankszámlaszám, és oda tudnak adományokat utalni, és a PAX Televízió stábja köszöni az önök nagy lelkű adományait. Most akkor bemutatnám a mai adás két vendégét. Piszter Ervin testvérem, aki a budapesti autonóm gyülekezetnek a lelkipásztora, illetve Pataki Albert testvéremet, aki a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke. És nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük a meghívást. És mivel ugye Albert a ti nevetekben benne van, hogy Pünkösdi Egyház és Pünkösről beszélünk, mindenképpen szerettem volna, hogy a Pünkösdi Egyház képviselője legyen ma ebben a műsorban, úgyhogy külön köszönöm, hogy elfogadtad. Bár nem szeretnénk is sajátítani a szent lelket. Igen, igen. Ugyanakkor Ervin pedig olyan közösségekből jön, ahol a Szent Szellem munkáján igen nagy hangsúly van, és az úgynevezett pünkösdi karizmatikus, talán inkább a karizmatikus vonal képviselője, szülötte, nem egészen a szülötte, de abban őt bele, vagy részesült igen ebben az áldásban, és én magam is, aki itt ülök, ilyen karizmatikus ébredésnek vagyok a gyümölcse, bár hogy így mondjam, tradicionális egyházi gyökerekkel rendelkezve, mint ahogy én te is. Úgyhogy így beszélgetünk erről, és ahogy Albert is mondtad, hogy nem akarod, mint pünkösdi kisajátítani, hiszen a bibliai igazságot, mármint hogy a Szent Szellem ma is munkálkodik, azt ugyan a egyház történelem folyamán mindig végigkövethetjük, de nagy berobbanással, ahonnan pünkösdi mozgalom is kapta nevét, épp azért, mert akkor nagy berobbanással ennek az újrafelfedezése az igéből hozott egy világméretű, óriási mozgalmat, a pünkösdi mozgalmat. Ez pedig az, amikor az emberek fölismerték, hogy ma ugyanúgy működik Istennek a szelleme, ugyanúgy kitöltetik, mint az első keresztények idejében, a egyház születésekor, és aki ezt elhiszi, befogadja, és igényli a Szent Szellemnek az áldását, akkor az részesül benne, és az egész életét meghatározza. És ilyen értelemben a pünkösdi egyház, ha úgy tetszik, ebben úttörő volt, de aztán a sok egyházban a karizmatikus mozgalmak, ahogy előtérbe kerültek, talán elsősorban 70-es évektől kezdődően, de már előtte is, sőt, igazából a sok évszázadon keresztül ezt láthatjuk, még a reformáció előtt is, akár a úgynevezett egységes egyházban is előjöttek ezek a karizmatikus jellegű mozgalmak, hiszen épp a katolikusok által szenteknek avatott testvéreink életében is sokaknál megjelenik a Szent Szellem adománya. És azért is jó, hogy így beszélgetünk erről, mert
nem vagyunk már egyikünk sem olyan forrófejű fiatal, hogy így mondjam, de hiszük, hogy tüzes szívűek vagyunk az Úrért, és talán túl nőttünk egyénileg, gyülekezetileg is, közösségileg is olyan gyerekbetegségeket, ami esetleg riasztó volt a nagyegyházak számára, hogy elinduljanak a karizmatikus vonal felé, és sokakban még ezek a sztereotípiák élnek, de nagyon reméljük, hogy sugárzik belőlünk egy olyan józanság, ami esetleg segít ezt a korlátot lebontani, hogy a nagyegyházakban is legyen, bár hál' Istennek egyre erőteljesebben jelentkezik a pünkösdi élmények után való nyitottság, de hogy remélem ez a műsor ilyen szempontból is üzenet lehet sokaknak, hogy legyenek nyitottak ezelőtt, hiszen egy Istennek fantasztikus áldása rejlik benne. Hogyha végignézzük a Bibliát, valamelyikőtök, hogyha összefoglalnál nagyon röviden, csak 2-3 percben, az Ószövetségben mi volt a szerepe Isten szellemének, és aztán térjünk rá az Új Szövetségre, hiszen ebben élünk, ez az izgalmas számunkra. Albert Gál. Gálánsak vagyunk. Azért mielőtt az Ószövetségre rátérnénk, említetted a Szentlélek szerepét az egyház életében és a pünkösdi mozgalomban. Múlt héten volt egy ökumenikus teológiai fórum, és ott elmondtam, hogy akkor, amikor a pünkösdi mozgalom elindult, és a lélek jelenlétének, ajándékainak a felfedezése, annak a felfedezése, hogy a Szentlélek ugyanúgy akar munkálkodni az egyházban most, mint 2000 évvel ezelőtt, akkor szinte minden egyháztól bennünket ez elszakított. Tehát, hogy minden egyház úgy nézett ránk, hogy hú, ezek nagyon gyanúsak, ezek valami nagyon fura dolgot hirdetnek, ez valami szektás dolog. Tehát tulajdonképpen a Szentlélek munkája miatt minden egyház elhatárolódott tőlünk. Most egy nagyon érdekes folyamat van, mert azt látjuk, hogy pont a Szentlélek és a Szentlélek munkája az, ami egyesíthet, és ami miatt közelítenek a pünkösdi egyház felé. Lehet, hogy teológiailag bizonyos dolgokban nem értünk egyet, vagy bizonyos teológiai tézisekben, de a Szentlélek munkájában igen, és ez valahogy összehoz. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy ami elválasztott bennünket erőteljesen, nem mi akartuk ezt így, az összehoz most bennünket. Tehát ad abszurdum, ugye azért a protestáns egyházak nagy családjába tartozunk mindannyian, és hát ott azért a katolikus és a protestáns teológia között elég nagy különbségek vannak, és mégis talán katolikusokat, pünkösdieket ez össze tud hozni, vagy bizonyos dolgokon fölül tud emelni, hogy hiszünk a Szentlélek munkájában. Megállapítottuk közösen, hogy emiatt nem akarjuk a teológiai dolgainkat összefésülni, vagy összevegyíteni, és valami furcsa vegyületet hozni belőle, ami már nem is katolikus, meg nem is pünkösdi. Na hát tulajdonképpen a Szentlélek végig jelen volt a teremtéstől kezdve. Azt olvassuk, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett, és szokták mondani, mint egy kotlós, mint egy tyúkanyó őrködött ott fölötte, és részt vett a teremtésben is. És hát az Ószövetségben úgy látjuk, hogy Isten népe között a Szentlélek volt az, aki különösen alkalmassá tett egy-egy kiemelt vezetőt. Tehát a különbség az, hogy az Új Szövetségben mindannyian, akik hiszünk Krisztusban, annak az ajándéknak a részesei lehetünk, hogy Isten szent lelke belénk költözik, betölt bennünket. Addig az Ószövetségben egy-egy kiemelt vezető részesült ebbe a kegyelmi állapotban, hogy Isten lelke megragadta, bizonyos tettekre ösztönözte, mint Sámsont, vagy megajándékozta olyan tudással, hogy meg tudták építeni a szent sátrat, vagy később a templomot.
Tehát ezek ilyen különleges alkalmak voltak, egy-egy történelmi szituációban, egy-egy kiemelt személy életében munkálkodott a Szentlélek, az Új Szövetségben pedig hát azt ígéri az apostoli korra, azutánra Jézus, hogy kitölti az lelkét és minden testre. Illetve ez a profécia, ez az ígéret már az Ószövetségben elhangzik. Igen. Esetleg Ervin, hozzáfűzni le még ez a kérdéshez valamit? Nem, egyetértek vele, és nagyon érdekes, hogy azok, akik átélték a Szent Szellemnek ezt a fajta különleges meglátogatását, például Dávid jut eszembe, ők nagyon ragaszkodtak hozzá, például Dávid kimondottan mondja, hogy a te Szent Szellemedet ne vondd meg tőlem. Tudta azt, hogy már az Ószövetségben, és már is egy új szövetségi előképként, hogy az Isten szelleme nélkül nem fog tudni boldogulni, nem fog tudni végigmenni azon az úton. Tehát igazából a bűn következtében ő még összekötötte azzal, hogy egyet kérek, hogy a te szellemedet ne vondd meg tőlem. Valószínűleg láthatta Saulnak, ha már Dávidnál tartunk, Saul királynak a állapotát, amikor az Úr visszavonta gyakorlatilag az ő szellemét tőle, és megengedte, hogy gonosz szellemek gyötörjék, mert engedetlen lett Saul király, ugye, és azt hiszem, ő abszolút szellemileg tisztában volt ennek a súlyával, értékével, hogy mivel rendelkezik már ő, mint felkent következő király, hogy Isten szelleme benne lakik. Igen, és akkor annyival hagy egészítsem ki, hogy igen, hogy Saulnál előfordult az, ami Dávidnál nem. Tehát Saul nem vette észre, vagy talán nem úgy vette észre, ugyanis Saul is a proféták között volt, amikor Sámuelhez ment, rászállt a Szent Szellem, és mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy rajta van a Szent Szellem, és mégis ő neki talán az emberek előtt való megfelelés egy fontosabb szempont volt, mint az, hogy az Isten szelleme vele van, vagy nincs vele. De tudjuk be ezt annak, hogy esendőek voltak, és tényleg vagy nem volt egy mindenre kiterjedő, és mindenkiben visszavonhatatlanul benne lévő valóság a Szent Szellem jelenléte. Igen, azzal együtt, hogy mi is esendőek vagyunk az új szövetségben, de mivel új szövetségről, új korszakról van szó, és a teológusok úgy is nevezik ugye az első pünkösd óta, az egyház születése óta kezdődő kort, hogy az egyház korszaka, vagy pedig a új szövetség, ugye, az egyház korszaka, illetve a Szent Szellem korszaka, tehát így jellemzik ezt a kort, amiben most vagyunk, és az, hogy ez az elnevezés, hogy a Szent Szellem korszaka, ez azért rendkívül fontos dolog, mert egy teljesen új dolog lépett be azzal, hogy minden Krisztusban hívő embernek nagyon csak szó, hogy rendelkezésére áll, Lehetősége, hiszen a Szent Szellem az isteni személy harmadik személye, tehát ezt tudjuk, hogy ő személy, nem csak egy személytelen erő, hanem nagyon is személy. Ha gondolunk arra, hogy meg tud szomorodni például a Szent Szellem, vagy szól a Szent Szellem, vagy indít a Szent Szellem, és még számtalan idézetet hozhatnánk az Új Szövetségből elsősorban. És ez a fantasztikus dolog, hogy a Krisztusban hívőkre kitöltetik a Szent Szellem. Ettől óriási dolog, hogy ebben a korban élünk, és Jézus is azt mondta ráadásul a tanítványainak, ő maga, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni a Szent Szellemet. Tehát ezzel indokolta Jézus, hogy jobb helyzetben van az egyház korszakában az egyház, a Szent Szellem korszakában, akár annál is, mint amikor itt volt ő személyesen a Földön, és közöttünk járt emberi formában, mert azt mondja, és pont ezzel indokolta, mert ha nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni a Szent Szellemet. És Jézus miután megdicsőült, elküldte az ő szellemét, és innen indul egy fantasztikus korszak, de előtte már Jézus kezdte a tanítványoknak elmondani, hogy mit fog végezni a Szent Szellem, és hogyha erről mondanánk most, amit pár szót mondanátok, amit Jézus előre jelzett, hogy mi lesz majd a Szent Szellem feladata. Összekapcsolnám egy picit azzal, amit Ervin utoljára mondott, Dávid Saul története és a Szentlélekhez való viszonyulása. Jézus azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim.
és lesztek tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, érdemes lenne megállni egy picit itt majd időzni, hogy Samáriában is, tehát egy igen. olyan vidéken, ahol keveredett név volt, a zsidók nem bírták a samáriaiakat, a samáriaiak nem bírták a zsidókat, és hogy ott is. Mert aztán mondja, hogy a föld végső határáig, hát az ember sokszor elmenne a föld végső határáig, csak Samáriát kerülné ki, mint ahogy sokszor előfordul az, hogy az ember elmenne akár külföldre, misszióba, de sokkal nehezebb esetleg a szomszédját, vagy a családját, vagy netán pár nehéz embert a környezetében Krisztushoz vezetni, vagy Krisztusról tanúskodni a számukra. De azt gondolom, hogy ezért szükséges, és ezért nagyszerű a Szentlélek jelenléte az életünkben, mert hogy Krisztusról kell, vagy lehet szabad tanúskodnunk, ez a szent lehetőségünk, elhívásunk, hogy Krisztusról tanúskodjunk egyre bővebb körben, a legszűkebb körbe is, és egyre bővebb körben, és ehhez ad erőt, és azért, hogy benne van Samária is, hát ehhez tényleg a Szentlélek kell. Tehát ugye én szeretem Ervint, jól kijövünk egymással, kedvesen itt ülünk egymás mellett, és sok mindenben egyetértünk. Ehhez olyan túl sok erő nem kell, de gondolom, hogy azért van, mert a Szentlélek bennünk van, tehát azért, ezért szeretjük egymást. De amikor valaki kifejezetten nehéz személy, és ellenséges, és hát egy porcikám se kívánja, hogy beszéljek vele, és hát netán úgy járjak, mint Jónás próféta, hogy ha bizonyságot teszek neki a bűnéről, meg arról, hogy Isten mit szólt, akkor még netán meg is tér. Tehát, de ide is elvezet a Szentlélek. Tehát. Na, és összekapcsolva, hogy Dávid sem lett tökéletes ember attól, hogy az Isten lelke benne volt, Saul sem, látjuk, mindegyik megtette a maga bűnét, hibáját, vétkét, tévedését, de mégis a Szentlélek valamit el tudott végezni bennük, meg rajtuk keresztül, valamilyen szolgálatra képesek voltak, mind a kettő képes volt vétkezni, csak az egyik kiáltott, hogy bűnbocsánatért kiáltott, bűnbánatot tartott, és azt mondta, hogy fontosabb, hogy az Isten lelke megmaradjon számomra, és Isten ne vegye el az ő erős lelkét, fontosabb, mint az én hírnevem, tekintélyem, presztisem, tehát képes vagyok nyilvánosan bűnvallomást tenni, elismerni a bűneimet, mert fontos az, hogy a Szentlélek megmaradjon nekem. Saul számára pedig a látszat volt a fontos. Na most azért mondom ezt így előjáróban, nem tudom merre fog alakulni a beszélgetés, hogy az, hogy az egyház szent lelket kapott, az, hogy a hívők szent lelket kaptak, az nem azt jelenti, hogy tökéletesek lettek. Nem azt jelenti, hogy nem tudnak hibázni. Mert sokszor azt mondják, jaj, hát ezek szent lelkesek, hát ebben benne van a szent lélek, hát ez is gyarló esendő, indulatba jött, vagy szóban vétkezett, vagy megkárosított netán valakit. De a különbség az, hogy amikor rádöbbenünk arra, hogy vétkeztünk, akkor pont Isten lelke az, aki segít bűnbánatra jutni, és érzékelteti velünk, hogy minden megalázkodást, akár nyilvános megalázkodást is megér számunkra az, hogy bűnbocsánathoz jussunk, és az Isten lelke ne távozzon el tőlünk. Azért, hogy a szolgálatunkat betöltessük. Tehát nem leszünk tőle szuperebbek, nem leszünk elsőbbrendű keresztények, és mások fölé nem kerekedünk ezzel, hogy nekünk bezzeg van Szentlélek ajándékunk, hanem a szolgálatunkat tudjuk elvégezni, és hát tudunk hibázni is ebben együtt. Tehát ezt úgy kell látni azoknak is, akik vágyakoznak a Szentlélek után, a lélekkeresztség és a lélek ajándékai után, hogy ne legyen az a téves képzet, hogy hát ezután már tökéletesek leszünk. Nem, csak alkalmasabbak leszünk a szolgálatra. És vigyáznunk kell. Tehát továbbra is vigyáznunk kell. A személyiségünkre, a karakterünkre, vigyáznunk kell arra, hogy a lélek gyümölcsös ott legyen az életünkben, nem bízhatjuk el magunkat, hogy most már a Szentlélek ajándékai birtokában vagyunk, és akkor most már hát akármit tehetünk, és hajrá előre, és közben nem veszük észre, hogy hány embert
bántottunk meg, sértettünk meg, hány ember sérült meg a környezetünkben. Igen. Tehát ugye egy új korszakba lépett az Isten szövetsége az emberiséggel, az új szövetséggel, és Jézus ezt előre jelezte a tanítványainak. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek majd annak belsejéből, vagy élő vizek fakadnak fel annak belsejéből, vagy élő vizek kútforrása lesz annak a belseje, és úgy mondja, hogy a János 7-ben az ige ezt a eljövendő Szent Szellemről mondta, aki még akkor nem töltetett ki. Tehát egy fantasztikus ígérete van Jézusnak, hogy bennünk található ezek után, ahogy mondja is, ugye, hogy hol van az Isten országa, bennetek van, és ez a Szent Szellemnek a legcsodálatosabb, tehát ennek a korszaknak ez a legcsodálatosabb jellemzője, hogy így mondjam, ránk nézve, vagy áldása, hogy bennünk lakozik Isten Szelleme, nem egy távoli, messzi Isten, durva, kemény parancsolatokkal dirigál, hanem adja az ő szellemét, önmagát, bennünk lakozik, és belülről indít bennünket. És azt hiszem, nagyon sok nem keresztényt ez riaszt vissza, hogy mivel nem ismeri a Szent Szellem munkáját, hogy hát én nem tudok olyan lenni, hát én ezen lehetetlen betartani a Bibliát, meg stb. Tehát ezt mondják. Igen, mert emberileg ezt lehetetlen is. Ez a fantasztikus az egészben, hogy pont az Isten Szelleme által való újjászületés és a Szellem folyamatos munkája az, ami erre képessé tesz bennünket. De fogunk majd beszélni a Szent Szellem hívekben történő munkálkodásáról, mert azt hiszem ez nagyon izgalmas, és ennek nagyon sok gyakorlati aspektusa van. De még... Bár ha itt egy megjegyzést tehetek, igen, mert tessék. Pont a Samáriai asszony és az élő víz. Ugye a Samáriai asszony volt az, és a szamaritánusokról beszélt Albert, hogy pont ő volt az első, akinek ezt így felajánlotta Jézus, hogyha kérnéd tőle, akkor adna néked. És nagyon érdekes, hogy ez az asszony az a természetes vízre gondolt, de közben mégis a korának az egyik legnagyobb evangélistája lett, ugyanis amikor ő visszament a faluba, akkor mindenki hitre jutott abban, mert mondta, gyertek és nézzétek meg, és aztán már mondták, hogy most már nem a te beszéded miatt, hanem mert magunk is láttuk. Tehát egyszerűen az az asszony, hogy sokszorosan megvetett ember volt, sok férje volt, asszony volt, samaritánus volt, tehát szinte azt tudnánk mondani, hogy korának a leghátrányosabb helyzetében lévő személynek ajánlja föl először Jézus, hogyha kérnéd tőle, és ha kéred tőle, akkor ad neked Szent Szellemet. Ő ugyan a vízre értette, de Jézus tudta, hogy miről beszél. És ez egy nagyon-nagyon jó előképe annak, hogy a Samária és a Föld végső határáig, hogy ez az asszony egy olyan lehetőséget kapott, függetlenül attól, hogy ő mit tett, vagy mit nem tett, jót és rosszat, ami előrevetíti nekünk azt, hogy igenis, amit felvetettél, hogy a Szent Szellemnek az eljövetele fog bennünket megszentelni, és nem azért fog eljönni, mert mi megszenteljük magunkat, hanem ő bejön az életünkbe, és ő fog átformálni és átalakítani bennünket, és elvégzi bennünk mindazt, amiről az Albert is beszélt. És amennyire engedjük. Tehát, és természetesen ugye, ez benne van egy együttműködés. Ugye gonosz lelkekről lehet azt mondani, hogy birtokba vesz valakit, és azt tesz vele, amit akar. Sajnos ilyen példák vannak, és nem csak éppen Afrikában, vagy olyan helyen, ahol mondjuk a pogány kultuszok erőteljesen működnek, de talán ott még inkább lehet ezt látni, de a Szentlélek az egy finom lélek. Tehát beköltözik, és amennyire engedjük, annyira formál. És ugye ez a felelősségünk, tehát amit Ervin mondott, csak éppen kiegészíteném, vagy csatlakoznék hozzá, kapcsolódnék hozzá, hogy ott van a felelősségünk, mert bennünk van, alakít, formál bennünket, képes egy samáriai asszony, képes engem, nem tudom melyik a nagyobb csoda, formálni, alakítani, türelemmel, hosszú tűréssel, de nekem együtt kell működnöm, munkálkodnom vele. És nagyon sokszor az emberek talán
éppen azért ütköznek meg, amikor mi arról mondjuk, arról teszünk bizonyságot, hogy bennünk a Szentlélek van, és a Szentlélek szólt valamit, vagy indított valamire, és a Szentlélek indításából teszünk valamit, és utána látnak egy másik élethelyzetbe, egy szituációba bennünket, és azt mondják, hogy na hát, őt irányítja a Szentlélek, és nézd, hát egy egyszerű emberi dolgot nem tudott megoldani tisztességesen. Igen, mert amikor figyelünk a Szentlélekre, és engedünk neki, akkor formálni tud, alakítani tud, akkor valahol a Krisztus képmása látszódik, tükröződik bennünk, és amikor nem, akkor hát nem csoda, ha Dávid kiáltott, hogy az erős lelkedet elneved, mert mi tudjuk, hogy milyenek tudunk lenni a Szentlélek nélkül. Igen, úgy látszik, én nem terveztem, hogy a Samária asszony példájára ennyire visszatérünk, vagy ennyiszer visszatérünk, de én is akkor hadd fűzek hozzá valamit, hogy milyen horderejű kijelentést adott éppen egy megvetett, ilyen zűrös hátterű népcsoportból egy zűrös egyénnek, Jézus, ráadásul egy asszonynak, aki kor szokása szerint meg is lepődött, hogy velem Samáriaival és asszonnyal egyáltalán szóba állnak. Tehát, és Jézus neki fantasztikus titkokat jelentett ki, amikor azt mondta, hogy az Isten szellem, és szükség, hogy akik őt imádják szellemben és igazságban imádják, és ha csak ezt megértenék a mindenféle beleértve pünkösdi karizmatikus, mert mi mindig újra termeljük rövid idő alatt az egyháznak a sokféle dolgait, hogy most nem minősítsem se jobbra, se balra, vagy se mínuszba, se pluszba. Rövid idő alatt ugyanazon végig megyünk a kisebb közösségekben, amin az egyház 2000 év alatt. És az Úr Jézus kijelentette ennek a az asszonynak egy olyan alap titkot az Istenről, hogy az Isten szellem. Akkor nem esnénk abba a hibába, különböző felekezetek, hogy minden olyan dobozba akarjuk rakni Isten. Tehát én azt hiszem, pont ez az ige, amit épp a Samáriai asszonynak mondott, és épp az Isten valóságáról jelentett ki, hogy az Isten szellem. És hogyha ezt megértjük, és hogy bennünk munkálkodik, akkor szabadok leszünk a formáktól, ez persze nem szabatosságot, meg persze lovak közé dobjuk a gyeplőt, nem azt jelenti, de annyi ember gyártotta vallási korlátot raknak szervezetek, emberek, és mi magunk is akár, a saját magunk hitéletébe is berakjuk, ha más nem, de általában sok mindent át is veszünk, hogy ezt föl kell ismernünk, hogy az Isten nem így gondolkozik, az Isten szellem. Mert pontosan erre a szellem szabadságára hívott ki bennünket Jézus, és ez egy fantasztikus dolog, akár csak a János 8-ra gondolunk, hogy akit az Isten fia megszabadított valósággal szabad, illetve a másik helyen, hogy a korintusi levélben, hogy ahol az Isten szelleme, ott a szabadság. Tehát hihetetlen összefüggések vannak épp a Szent Szellem megértése körül, ami bennünket szabaddá és örvendező keresztényé tesz. Azért egy pár szót, amit, hogy így mondjam, azokat az igéket, amiket kijelentések, amiket Jézus tesz a Szent Szellemre, hogy mi lesz a munkája, felolvasom, és hogyha ehhez hozzáfűznétek. Ugye Jézus mondja, eljön a Szent Szellem, akkor meggyőzi a világot bűnigazság ítélet tekintetében. Azt mondja Jézus, én rólam tesz majd bizonyságot. Kedves nézők felé mondom, hogy egyébként ez a János evangéliuma 12-14. Részében, részint a 15. rész végén is, illetve az előbb már beszéltünk róla, hogy János 7-ben, illetve János 4-ben a Samária asszony története, tehát itt találjuk talán a legtöbb kijelentést az evangéliumokban Jézus szájából épp a Szent Szellemről. Tehát én rólam tesz majd bizonyságot, eszetekbe juttatja, amit én néktek tanítottam, parancsoltam, megjelenti nektek a jövendőt, ezt mondja Jézus, veletek lakik, bennetek marad. Ilyen ígérete van a Szent Szellemről Jézusnak. Engem dicsőít majd, ezt mondja Jézus, akkor erővel jár a megjelenése, továbbá, igen, tehát ezeket mondta Jézus a Szent Szellemről, aztán majd nézzük majd, hogy a korai keresztények életében a levelekből mit láthatunk, hogy mi a Szent Szellem munkája, de ha az előzőkben felsoroltakból, amit Jézus előre jelentett a Szent Szellemről, hogy mi lesz, ha úgy tetszik, a munkája, feladata, hogy nyilvánul meg, ha ehhez fűznétek néhány gondolatot. Annyit
akkor most szeretnék, nagyon kapcsolódik a Samáriai asszonyhoz, meg az alapfelvetésünkhöz, hogy a Szent Szellemnek vagy a kegyelem korszakában élünk. Igazából ez azt jelenti, ami egy óriási dolog, és meg kell értenünk, hogy ez a korszak, az a korszak, ami egyrészt a leghosszabb korszak, és ez egy olyan ígéretre épül, ami előtte nem volt. És ezek az ígéretek, amiket elmondtál, az mind a következőt mutatja. Igazából, ha meg akarjuk érteni az ember megváltásának, vagy megváltottságának a lényegét, akkor azt kell megértenünk, hogy mindig Isten volt a kezdeményező, és ez a kegyelem maga. Hogy Isten volt a kezdeményező, és azt kell megértenünk, ebben a korszakban különösen, hogy az atya volt az, aki kigondolta a megváltásnak a tervét. Ő Isten volt, tehát az atya Istenként tervezte el a megváltásunkat. A fiú Istenként hajtotta végre, vagy valósította meg. Tehát kellett egy Isten, aki ezt eltervezi, úgy szerette ugye Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Kellett egy Isten, aki ezt megvalósítja, és életét adja, és megváltja ezzel az embert, és kellett egy Isten, aki benned és én bennem végrehajtja. Tehát mindenképpen arra kell jutnunk, arra meggyőződésre kell jutnunk, hogy Isten nélkül az ember el van veszve. És ezért voltak ezek az ígéretek, hogy enyémből vesz, bennetek marad, engem dicsőít, veletek marad mindörökké, nem távozik el tőletek, bölcsétesz, stb. Tehát ezek olyan óriási ígéretek, ami azt jelenti már, hogy nem kívülről egy kőtáblán kell nekünk olvasni és megpróbálni egyet, hanem bejött belőle, és belülről, ugye az Ezékiel ígéret, Jeremiás ígéret, és belülről írva be az Istennek a törvényét, alakít át és formál át bennünket. Tehát a megváltást egy Isten találta ki, az Atya Isten, egy Isten vitte véghez, és egy Isten realizálja az egyházba. És ez a Szent Szellemnek a korszaka. És ő azt mondta a Szent Szellemről, hogy bennetek marad. Tehát nincs az, hogy kimegy, bejön, mint ahogy a Dávidnál ez előfordult, és ugye ettől félt is, hanem ő örökre, mindörökre lakozást vett az emberben. És ezért ez nem egy vallás, hanem ez egy húsvér valóság, egy igazi élet, az, hogy a Szent Szellemben való élet. És ezért mondta Jézus a tanítványainak, hogy jobb nektek. Hogy ha nem jobb nekünk, akkor ez nem a Szent Szellem korszaka. De mivel Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, ezért én úgy is hívom ezt, hogy ez a jobb nektek forradalma, hogy egyszerűen a Szent Szellem bennünk lakozása az egy olyan mérhetetlenül nagy meglátogatása az embernek, ami azelőtt ilyen mértékben sosem volt. Igen. Talán az a ige, bár sok ige összefoglalja azt, amit mondtál, és nagyon örülök, hogy ilyen lelkesen, és azért mondtad ilyen lelkesen, mert az ember, amikor ezt átéli, nem is lehet úgy beszélni róla, hogy ilyen rideg elemzésként, szakértőként, hanem mint aki mindennek részes, ez fantasztikus dolog. Amikor ugye a 2 Korintus 5 végén összefoglalja az ige, Pál apostol ugye azt írja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, ime újjá lett minden, mert az Isten maga volt az, aki Krisztusban megbékéltette önmagával az egész emberiséget, nem tulajdonítván nékik bűneiket. Tehát, és most ugye Istenét járunk követségben, hogy béküljetek meg az Istennel, mert Krisztus, aki bűnt, de nem ismert bűnétette, érettünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk ő benne, az egész megváltásunk, amiről te is egy nagyobb dióhéjban, én még talán be az igében, még egy szűkebb dióhébe említve mondtam ezt, ezek olyan izgalmas dolgok, hogy ez mind az Istennek a munkája, és pont ez, hogy mondjam, hiszük azt, ugye, hogy bennünk is a Szent Szellem munkálkodik, hogy ugye Istennek adjuk a dicsőséget, mert annyira nyilvánvaló, hogy ez az Istennek a munkája, ezt mi nem tudjuk magunkból kicsikarni. És a vallásnak az az óriási veszélye, hogy teljesítményre koncentrál, és rögtön már különbségeket tesz, ugye, hogy hát én azért mégse vagyok olyan, mint az, ugye Jézus is példálózik ezzel, és önigazságba visz, ugyanakkor a Szent Szellem munkája pedig mindig Jézusra mutat, és őt dicsőíti meg, és mi csak egyszerűen hálát adunk és örvendezünk, hogy ez valóság, és élvezzük ezt a fantasztikus erőforrást. Ervin beszélt az isteni tervről. Most az isteni terv az nem emberi terv,
az annyival több, így, hogy isteni. Na amit, most ez így, nagyon nehéz így, megfogni. De így. Valamit meg tudunk belőle fogni, de nagyon nehéz. Isteni végrehajtásról beszélt, hát ez annyival több, mint egy emberi végrehajtás, mint egy emberi mű, hogy ez isteni. És ahogy a Szentlélek realizálja mindezt bennünk, ez is isteni. Csak. És ez annyival több, újra hangsúlyoznám, hogy isteni. Na most te beszéltél arról, hogy az Isten szellem, és hogy itt hibát követünk el sokszor, mert máshogy gondolkodunk, és felsoroltál, és hát még lehetett volna sorolni igéket, hogy mi mindent végez a Szentlélek. És arra gondoltam, amikor te ezt olvastad, hogy hát a Isten szellem ez azt jelenti, hogy, és itt az isteni tervekről, isteni munkáról, ahogy Ervin beszélt, csak megerősítette bennem, hogy én ezt nem tudom birtokolni. És néha van ilyen, hogy birtoklom a Szent Lelket, vagy a ilyen fogalom, ami hát lehet csak egy elszólás, vagy egy kiszólás, hogy mert hogy ez a szellem birtokol bennünket. Igen. Persze azzal együtt, amit mondtam, hogy finoman és figyelmesen az én akaratomra, az én készségemre, az én mozdulásomra, hát ő inspirál, és ha engedem, akkor együtt tudunk munkálkodni, ha nem engedem, akkor ő csendes marad, és hát lehet, hogy csendesen még tovább is inspirál, és megvárja, hogy induljak. Na, de mit akartam ebből kihozni? Hogy nagyon nagy különbség az, hogy úgy gondolom, hogy én birtoklom, és most mi olyanok vagyunk itt együtt, akiknek teológiai és gyakorlati tapasztalataink is vannak a Szentlélekkel, a lélek munkájával, a lélek ajándékaival kapcsolatban. Lehet egy picit több, mint mondjuk azt mondom, hogy az átlag kereszténynek. Mit jelent ez? Hogy azt mondhatjuk, hogy mi most mindent tudunk a Szentlélekről? Hogy tényleg birtokoljuk ezt a tudást, a Szentlélekről szóló tudást, vagy birtokoljuk a Szentlélekről való tapasztalatot? Hát nagyon, nagyon szomorú lenne, vagy hogy mondjam, mert jó lenne, nem. De nem így van. De mert nem így van, igen. Tehát, mert hogy ő szellem, mert ő Isten, és ezzel az alázattal kell lennünk. Egyrészt azzal a lelkesedéssel, hogy Istennel együtt dolgozhatunk, a Szentlélekkel együtt dolgozhatunk, hogy valóban napról napra többet tudunk meg belőle, ismerünk meg belőle, de azzal az alázattal, hogy hát ő Isten, és ő szellem, és nem én birtoklom, nem tudom bekategorizálni, nem tudom a teológiai skatujáimba belerakni, a tapasztalataim skatujájába se tudom belerakni, mert fordítva történnek a dolgok. És ő neki vannak kijelentései, mozdulásai, meglep, nagyon sokszor meglep bennünket, de isteni módon lep meg bennünket. Na nem akarom tovább húzni a dolgot, de amit Ervin mondott, hogy Isten, isteni terv, isteni kivitelezés, megvalósítás bennünk, amit te mondtál, hogy szellem és mi mindent akar elvégezni, ez azt jelenti, hogy egyrészt nagy alázat kell, mert kikutathatatlan és végére mehetetlen. Másrészt, tehát egy elképesztő dolog, mert izgalomba hoz valóban, mert azt mondom, hogy ha 1000 megtapasztalásom volt vele, meg 1000 tudásom van róla, akkor még 10000 és 100000 előttem van. Tehát, hogy az Isten lelkével együtt működni, hát soha nem unalmas. Tehát soha nem kell attól félni, hogy megunjuk, tudjuk, hogy megy, és igen, most már mi 50 éve karizmatikusok vagyunk, és birtokában vagyunk minden tudásnak, és meg tudjuk mondani. Nem. Annyi. És ez csodálatos, mert meg ez eleveníti meg az embert, a szolgálatát, ez eleveníti meg a gyülekezetet, meg az egész egyházat. Így van. Csak annyit tennék, hogy tehát maga ez, hogy Isten bennem, ez egy olyan mérhetetlenül nagy kiváltság, ami több mindent jelent, de azt jelenti, hogy nekem semmi más nem kell tényleg tennem, mint Jézus is úgy fogalmazta ezt meg, hogy ő semmi más nem akar tenni, amit az Atya rábízott. De honnan tudta Jézus, hogy az Atya mit bízott rá? Hogy a Szent Szellem, aki benne volt, ő ugye azt mondja, hogy vizsgálja még az Istennek a mélységeit is. Ő folyamatosan adta az instrukciót, és Jézusban az volt a fantasztikus, hogy az ő személyes énje nem állt útjába ezeknek az instrukcióknak. Tehát, hogy így mondjam, mint korlátlanul át tudott folyni, és meg tudott benne jelenni az Isten.
És ezért nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, de aki bennünk van, ő tökéletes. Mi nem vagyunk szentek, de aki bennünk van, ő szent. És ő neki az a munkája, hogy tökéletességre, szentségre, igazságra, Isten ismeretre, Isten dicsőítésére vezessen. És azt mondja, hogy enyémből vesz, és engem dicsőít, mondja Jézus. Tehát igazából nem érthetjük meg se a Szentírást, se a megváltást, se a Bibliát, semmit nem érthetünk meg ő nélküle. Tehát nekünk kell, szükséges. Egyszerűen be kell látnunk, hogy szükségünk van egy Istenre, aki bennünk ezt elvégzi. Mert a magunktól lehetünk okosak, meg kevésbé okosak, tudhatunk nagyon sok mintát a Bibliáról, tudhatunk a vallásunkról, a vallásokról, de az igazságra, az a bizonyos alétejára, ami elvezet minden igazságra, azt kizárólag a Szent Szellem végzi. És azért mondta Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, de nem maga az igazság önmagában, hanem a megértett, a megismert igazság tesz szabaddá. Mert ha csak önmagában az igazság tenne szabaddá, akkor minden ember szabad lenne, mert az igazság megjelent. És főleg a megélt igazság. De a megélt igazság a fontos. És a megélt igazságot kizárólag csak a Szent Szellem tudja elvégezni bennem. És ez tényleg az kell, hogy az ember alászálljon. Jézus is azt mondta nekem, vagy Keresztel János, nekem alá kell szállni, és neki fölemeltetni. És Jézus is így viszonyult, hogy mi mindig, ha magunkat megalázzuk, ha magunkat, és a alázat az nem egy testhelyzet, hanem az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy ő a főnök. Most bocsánat, így mondom, de hogy értsük, hogy ő az, aki vezet, hogy ő az, aki utat mutat, hogy ő az, aki bennem egy olyan személy, aki megmutatja, hogy merre vannak a dolgok, és hogy vannak helyesen a dolgok. Erről lesz esetleg egy példám, ha belefér, de most visszaadom a szót. Szerintem most mondd, mert biztos el fogunk kanyarodni. Mondok egy példát, mert nagyon érdekes ez a dologa. A következő a helyzet, hogy amikor én A-ból B-be el akarok jutni, akkor nekem különböző eszközökre van szükségem, mondjuk Budapestről Nyíregyházára. Különösen, ha nem ismerem az utat, akkor veszek egy térképet, ma már ugye veszek GPS-t, és ma ezt a GPS-t szeretjük használni, hogy a GPS-be beprogramozzuk a címet, és az elvisz oda bennünket. És lehet fogni valakire, hogy helyre vezetett. Igen, valami erdőből fölhívtál, emlékszel, hogy most mondjad. Na, de a lényeg az, hogy a legmagasabb szintű útmutató az mégiscsak az a személy, ha beül mellém az autóba, aki maga is oda valósi, akihez esetleg én éppen megyek. Tehát a GPS is rendben van, mert a GPS azt mondja, hogy na újra programozunk, mert most rosszul fordultál, és ez egy nagyon jó dolog, de ennél több az, hogyha van veled egy személy, aki tökéletesen ismeri az utat, akkor nem kell semmi másra figyelned, csak az ő instrukcióra. Azt mondja, most menj egyenesen, most itt megyünk 30 kilométert, most fordulj be balra, jobbra, de ez egy személyes dolog, és ő közben a GPS nem tudja a te életérzésedet, a te semmidet kontrollálni, vagy a sarpákat is lehetne mondani, akik veszítik a Himalájába az embereket, és elveszik a terheket. Na, én így gondolom a Szent Szellemet, és így gondolom a személyiségét, hogy a Szent Szellem nem egy GPS, a Szent Szellem egy személy az életünkbe. Egy valóságos, isteni attribútumokkal működő, valóságos, élő személy bennem, aki mindig a helyes útra vezet. És ő fog bennünket ebből a létből az örök létbe elvezetni. És miért tud elvezetni? Mert ő az örök létből jött, hogy bennünket oda segítsen. Hát ez ennél nincs csodálatosabb. Tehát azt mondja Jézus, hogy el fogom őt küldeni, hogy ő majd titeket elkészítsen, és ugye tudjuk, ő készít el a vőlegénnyel való találkozásra, tehát az egyházat ő készíti fel. Tehát ő eljön az örökké valóságból, beköltözik az emberbe, most ha én lennék a Szent Szellem, nem biztos, hogy beköltöztem volna Piszter Ervinbe. De ő megalázva magát, az isteni mi voltát, korlátozva magát, mint hogy Jézus is korlátozta magát, beköltözik beléd és én belém is mindegyikünkbe azért, hogy bennünket felkészítsen és elkészítsen Jézus Krisztussal való találkozásnak. Ez az ő munkája. Ez nincs fantasztikus. A másik érdekes dolog, ahogy mondod a beköltözést, meg a vezetést, meg az, hogy mintha beülne az autóba mellénk, és hát személyre szabottan, meg helyzetre szabottan irányít. Az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy a Szentlélek az, aki ismeri az Isten mélységeit, de ismer bennünket is, a mi mélységeinket is, a mi gyarlóságainkat is, és annyira csodálatos. Tehát ugye a GPS az automata módon vezet el, az téged is ugyanúgy instruál, mint engem, és avval se törődik, hogy szidod vagy dicséred az instrukciók miatt, mondja szépen a magáét, gép.
de tényleg más, amikor valaki ott van melletted, és ha Isten meg bennem van, az aztán kibeszélhetetlenül más, és figyelembe veszi az én tempómat, az én nyomorúságomat, az én rigolyáimat, a természetemet, meg minden. Hogy fáradt vagyok, és egy kávéra meg kell állni, stb. És ismeri az Isten mélységet. Tehát ez valami fantasztikus dolog, ugye, hogy van valaki, aki figyelembe veszi az Isten mélységeit is, meg az én mélységeimet, meg az én nyomorúságomat, meg az én alkalmasságomat, meg az én talentumaimat, és engem lehet, hogy éppen más tempóba vezet ezért, mint téged. Abszolút. Igen. Abszolút. Rendkívül izgalmas dolgok sorozatát vetettétek fel a beszélgetés folyamán. Hadd reagáljak arra, hogy az ige alapján ki kell mondanunk, hogy a belépő az Isten országába az újjászületés. És régebben egy kicsit politikusabb voltam ebben, hogyha valami népegyházi képviselők voltak, nem hangsúlyoztam annyira, de annyira örülök, hogy a népegyházak is egyre inkább előtérbe kerül, és hál' Istennek a papok között is egyre több van, aki átmegy ezen az élményen, és azok élik meg igazán ezt, akik ebben a szolgálatban vannak, hogy cipelik a terhét a tradícióból vallásosoknak is, akik ott vannak, de hát kell feléjük szolgálni, és óriási munka, amit tesznek, tehát más helyzetben vagyunk, mondjuk mi, aki pufjon a Szent Szellem, van egy ébredés, aztán ez egy teljesen más típusú dolog, mint valaki megörököl egy, hogy például egy református esperest idézek, hogy mi fatengelyes reformátusok, mondta ő saját magáról, őt idéztem, de egyébként én is gyökereim szerint református vagyok, tehát ezt jó szívvel mondom, és mindig szurkolok meg, hogy az egyház, amiben benne van. Persze a mi dolgunk az, hogy a mi házunk táján tegyünk rendet, tehát egyáltalán nem ilyen aspektusban mondom, csak egyre inkább nyilvánvaló, és érzik a hiányát, hogy és ők így nevezik, hogy hitvalló, meg nem hitvalló egyháztagok. Tehát magyarul újjászületett, nem újjászületett, szóval körülbelül ez, és nagyon fontos ezt látni, hogy a belépő az újjászületés. Itt a Biblia akár Jézus életében, vagy Jézus maga mondja ezt, ugye a János 3-ban Nikodémusnak, de akár amit az előbb idéztél, és Albert is ugye, hogy a Szent Szellem, az Isten Szellem az ő mélységét, mármint Isten mélységét vizsgálja, és az igaz mondja, hogy nekünk ez a szellem, bennünk Krisztus szelleme lakozik, és hogy ez a testi ember, aki nincs újjászületve, annak ez bolondság, meg se értheti, nem tudja, nem képes rá, és ezért alapvető dolog, hogy újjá kell születni, tehát újjászületés nélkül valóban egy csomó minden bolondság, meg elérhetetlen, mert nem képes rá az ember, hogy felfogja, mert testi módon nem lehet a szellemi dolgokat felfogni, és ez végigvonul ugye az igében, és időnként úgy kisarkosodik, de ugyanakkor ez az életvitelbe is megjelenik, hogy test szerint élni, vagy szellem szerint élni, és itt már azok, akik ugye ez az újjászületettekre vonatkozik viszont, és ezt a témát is érintettük, ugye, hogy megadatik az a potenciális lehetőség, aki befogadta Jézust urának és megváltójának személyesen, nem úgy, mert megkeresztelték, mert az apja, anyja az volt, hanem ő maga újjá van születve, ezt mondja az ige, és onnantól már mi vagyunk a felelősök a magunk élete felől, hogy test szerint vagy szellem szerint folytatjuk az életvitelünket, és Galata levél ugye nagyon sokat beszél erről többek között, de más helyeken is az igében, és ott jön be az, hogy igazából Isten Krisztusban, az újjászületésben mindent oda ajándékozott nekünk, ami Péter is így mondja egyébként, hogy ami a kegyes élethez szükséges, minden oda van adva nekünk, hogy ezt értsük meg, és ezt ragadjuk meg. Erről szól az egész hívő életünk, hogy ezt egyre jobban megértsük, és itt valóban egy állandó folyamat van, hogy megújítani az elménket, és hogy odaszállni magunkat arra, hogy amit megmutat, az abba járjunk is, ne csak úgy elméletileg tudjuk, és akkor észreveszünk, hogy működik. Tehát ez a fantasztikus, hogy működik. Hagyj mondjak a Nikodémushoz egy mondatot.
A Nikodémusnál, amikor azt mondja, hogy Nikodémus szükség néktek újonnan szent. Ugye Nikodémus egy rendkívül bölcsember volt, a Sanhedrinnek a tagja volt. Tehát a maga korában a vallásosságnak a mintaképviselője, nyugodtan elmondhatjuk így, egy nagyon kegyes ember volt egyébként. És ő neki mondja Jézus ezt, hogy Nikodémus, ha nem születsz újjá, akkor nem mehetsz be az Isten országába. Mert ami testtől született test az, és ami szellemtől született szellem az, és ne csodáld, ha azt mondom, hogy újonnan kell születned. Itt Jézus nem egy elérhetetlen mércét akart fölállítani a Nikodémusnak, hogy öreg fejével legyen min rágódnia, hanem egyszerűen meg akarta értetni vele, hogy Nikodémus, nagyon szép az, amit te eddig értél, de meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy te bejuss és megértsd az Isten országának a dolgait, ahhoz szükséged van a Szent Szellemre. Nem megy nélküle. Nem megy, természetes szinten a törvény ismeretéből, a törvény tudásából, a törvénynek a betartásából nem érted meg az Isten dolgait. És ezzel nem a törvényt bántjuk. Vagy én úgy gondolom, és tényleg engedjétek meg most nekem ezt a szabadságot, hogy a GPS-t tudnám a törvényhez hasonlítani, ami mindenki számára egyszerűen elmondja, hogy mi a tennivaló. És ezzel szemben a Szent Szellem pedig személyre szabottan mondja meg, hogy mi a... És ő úgy programoz újra bennünket, hogy bekalkulálja, hogy esendőek vagyunk, hogy szükségben vagyunk, hogy most éppen egy nagy nyomorúságon mentünk keresztül. A GPS ezzel nem foglalkozik. A GPS nem a foglalkozik azzal, hogy beülsz az autóba, és hulla fáradt vagy, és alig várod, hogy hazaérj. De egy személy az igen, az azt mondja, hogy te gyere, ígyunk meg egy kávét, beszél hozzád, szóval tart, hogy ne aludjál, stb. Tehát óriási a különbség, és ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy Nikodémus, a Szent Szellem lesz az a személy, aki ellentétben, vagy kiegészítve, vagy fölöttébb, mint ahogy te azt megélted a vallásos dolgok, aki el fog téged vezetni az is, és aki be fog vinni az Isten ország. Azért mondta, hogy nem lehet bejutni, mert onnan kell valaki jöjjön, fölkaroljon engem, és visszavigyen, mert akkor fogok tudni bejutni, és ami nem jó bennem, az mind itt fog maradni. Az mit le fog hullani, mert ugye a trombita szóra át fogunk változni, és a testünk is át fog változni. És a Szent Szellem fog kivinni a világból bennünket, és miközben ő visz ki bennünket, közben átformálódunk. És azért mondja a Biblia, hogy romlandó romolhatatlanná, halandó halhatatlanná, az esendő az erőssé fog válni ebbe a szempillantásba. De ez lesz az utolsó, végső, befejező munkája a Szent Szellemnek, de egyébként a földi létünkben, a földi életünkben, mint egy ilyen fantasztikus paraklétosz, ugye vigasztaló, mint egy ilyen teljesen együttérző, mint egy igazi ügyvéd, mint egy igazi szerető édes apa, mint aki csak azért van most benned és bennem, hogy mi tökéletesek legyünk, amikor odállunk a mi Urunk elé. Ha ez nem, tehát ez nem vallás. Ez igen. Nem vallás. Ez igen. Egy valóságos, gyönyörű, csodálatos élet. Igen. Így mennek a percek, és lassan-lassan szerintem az adás vége felé, amennyire érzékelem az idő múlását. Igen, jól érzékeled, körülbelül 5 perc múlva. Igen, és azért akkor csak ugye a zárásképpen szeretném, ha picit beszélnénk arról is, hogy nagyon lelkesen beszéltünk arról, hogy mit jelent nekünk az Isten munkája, az Isten ajándéka, Jézus váltságműve, az, hogy bennünk lakik a Szentlélek, ez mennyire jó nekünk. De muszáj arról beszélnünk, hogy a Szentléleket azért kaptuk, persze, hogy jó legyen nekünk, de azért kaptuk, hogy ne csak nekünk legyen jó. Tehát, hogy az, amit Isten elkészített számomra, és átélhetem, és személyes bizonyságot tehetek arról, hogy Isten micsoda csodálatos dolgot végzett, értem, és hogy mit készített nekem, az nem csak nekem készült, hanem Isten úgy szerette ezt az egész világot, hogy odaadta az ő fiát mindenkiért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most a Szentlélek azért van bennem, egyrészt, hogy meggyőzön engem erről, hogy biztosítson erről, hogy bent tartson ebben a folyamatban, másrészt, tehát hogy alkalmasak legyünk arra, hogy Istenes életet éljünk, de másrészt azért, hogy megismertessük ezt a jó hírt másokkal, hogy eljussanak arra a jóra, és azért vagyunk ma este is itt, és azért beszélünk erről, hogy ez nem egy elit klub, nem a hármunk klubja, vagy nem pár százezer ember klubja, vagy pár millió ember klubja, hanem a kedves néző is részesedhet benne, ha nem részesedett benne, és még a szerettei is, és sokan, akikre talán még nem is gondolunk most, és a Szentlélek munkája az, hogy készek legyünk tanúskodni,
hogy olyan krisztusi életet tudjunk élni, amit egyébként nem tudnék élni. Hogy amikor látják az életemet, látják az életre adott reakcióimat, amikor gyászolok, amikor veszteség él, amikor súlyos beteg vagyok, hasonló helyzetben vagyok, mint mások, és látják azt, hogy hogyan élem meg, akkor önkéntelenül is rákérdeznek talán, vagy ha nem kérdeznek rá, akkor is hát kutatják, hogy vajon miért, az én életem miért ilyen. Azért, hogy megismerjék a bennem lakozót, azért, hogy megismerhessék Jézus Krisztust, azért, hogy megismerhessék az Isten szeretetét. Tehát nem csak azért élek úgy, ahogy élek, hogy hát azt mondhassa Isten, hogy jó van, fiam, mert te azért mégiscsak jobb vagy a többinél, aranyos vagy, jó fej vagy, gyönyörködök benned, hanem azért, hogy az én életem vonzó legyen, mint egy asztalra kitett ízes, zamatos gyümölcs, hogy megkívánják ezt az életet, megkívánják azt a Krisztust, akit követek, vagy aki engem ilyenné tett, és azt a lelket, aki engem ilyenné tud tenni. Szabad egy mondatot, mégis tényleg tudom, hogy lejárt az időnk, és tényleg ez a lényeg, de amit megértettünk, hogy Jézus az egész világért meghalt, nem csak a miértünk hívőkért. Tehát ő egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt, egyetlen áldozatával minden embert, azt is, aki még most az utca embere, vagy esetleg a kedves néző, aki otthon ül és vívódik, ő is meg van váltva, Jézus vére egyetemes ott is. A 2 Korintus 5-ből, amit idéz, hogy megbékéltette magával Isten nem a hívőket, az nem a keresztényeket, a világot. Igen. A világot megbékéltette meg. Tehát az ember most már békességben van Istennel. És amikor azt idézted hogy a Jánosból, hogy meggyőzi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében, akkor jövünk mi valóban Szent Szellemmel teljes emberek, akik elmondjuk az embereknek, hogy a jó hír, hogy nem magadtól kell megváltozni, nem magadtól kell megtalálnod az Isten. Az Isten már megtalált téged, te csak fogadd el. És lép bele ebbe az örökségbe. Ez az örökség már a tiéd. Jézusban mi örökösek vagyunk, és nem a hívők vagyunk örökösek, az ember az örökös. És tényleg csak egy mondat erejéig, hogy hiszen a Szent Szellem bennünk lakozás az azt is jelenti, hogy az ember kompatibilis az Istennel. Vagyis Jézus nem kellett átszerelni ahhoz, hogy betöltekezzen Szent Szellem, és minket sem szerelt át az Isten. Én akkor töltekeztem be Szent Szellemmel, akkor még bűnös voltam. És mégis betöltött a Szent Szellem, és utána a Szent Szellem változtatott meg, vagyis azt jelenti, hogy minden ember az emberi mi voltánál fogva is alkalmas arra, hogy befogadja az Isten szellemét az életébe. És aztán, amikor bejön a Szent Szellem, ugye lásd a történetet az Apcsel 10-ből, de tényleg nem akarok most már részletekbe elmenni, akkor rádöbbenünk arra, hogy az Isten szelleme az realizálja számunkra a megváltást, az Istennek az üdv tervét, a Szent Szellem teszi élővé és valósággá, és ezt kell elmondanunk, és ezt kell képviselnünk az emberek felé, hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagy, úgy fogad el, ahogy vagy, gyere hozzá, és majd ő át fog téged alakítani és változtatni az ő képére és az ő dicsőségére. Köszönöm. Hát nagyon-nagyon köszönöm. Igazából nem befejezzük, hanem itt a műsor idő szűkössége miatt, mert van pár másodpercünk, abba kell hagynunk, de ez tényleg annyira izgalmas dolog erről beszélni, hiszen magáról az életről szól, az élet szelleme, aki lakozik bennünk, ugyanaz a Szent Szellem, aki megelevenítette Jézust a halálból, feltámasztotta, ugyanaz lakozik bennünk, és végzi a munkáját. Úgyhogy kedves nézők, remélem, hogy fölkeltöttük az érdeklődésüket, akármilyen keresztény körökből vannak, vagy nem keresztény körökből, hogy igenis lehet egy teljesen más életet élni Jézus Krisztusban, és ő mindent megadott, hogy olyan életünk legyen, amit élvezzünk, és szabadságban járjunk, és a bűn fölött győztesen, és lelkiismeret furdalás nélkül győztesen, járva a Szent Szellem gyümölcseiben olyan, mint a szeretet, például abban járva, és ez mind nekünk van adva Krisztusban a Szent Szellem által. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!